Az idegenvezető nem szállt fel, egész Boszniáig mi idegenvezető nélkül mentünk. Csoportkísérő idegenvezető. Csoportkísérő nélkül mentünk, tehát úgy volt, hogy felszáll majd, de nem jött a csoportkísérő. Ez a nő az egyik kellemetlenségről beszél, ami őt és 68 utastársát érte, azon az utazáson, amit a Hermes Tours Kaposvár Kft. Szervezett még június végén. A montenegrói nyaralás során azonban ez volt talán a legkisebb probléma, amivel szembe kellett nézniük. Csütörtökön a megyei békéltető testületnél vettek részt tárgyaláson a károsultak, akiknek kis hiány tragédiába torkollott a vakációjuk. A busz az egy nagyon rossz műszaki állapotú emeletes busz volt, ami Szarajevóból Budvára tartva egy hajtókanyarban lerobbant, és ezt a lerobbant buszt, ezt kettes fokozatba tették, úgy tudjuk, hogy a váltójával és a kuplungjával volt probléma. Kettes fokozatba téve 20 km-es sebességgel neki indították a szerpentinnek. 72-en voltunk ezen a buszon, hát gyakorlatilag majdnem kigyulladt, tehát olyan nagyjából 5 perc hiányzott ahhoz, hogy tragédia legyen. Ezeken az utasok által készített képeken jól látható, hogy a csomagtér olyan szinten felforrósodott, hogy a bőröndök is megolvadtak. Mi úgy tudjuk, hogy ezeken a buszokon gyerekeket is utaztattak, például a határtalan programba. Na most azért álljon meg a menet, hogy engedheti meg magának egy utazási iroda, vagy egy busztársaság, hogy ilyen módon veszélyeztessen embereket, vagy gyerekeket. Az elmúlt 20 évben több nagy buszbaleset is történt, ami magyarokat érintett. Talán a legtragikusabb az 1999-es ausztriai Deutschlandbergs melletti, ahol 18-an haltak meg egy műszaki meghibásodás következtében. Az áldozatok elsősorban kőszegi és szombathelyi gimnazisták voltak. Ott a sofőr tudott a fékrendszer meghibásodásáról, mégsem vette komolyan. A csütörtöki tárgyaláson elhangzottak szerint ők is hibás kuplunggal vágtak neki a szerpentinnek, okozva így nagy felfordulást a keskenyhegyi utakon. Mivel a tárgyaláson nem jelent meg, így telefonon kerestük Solymos Gábort, a Hermes Trans Kaposvár Kft. Ügyvezetőjét, de nem sikerült elérnünk. Megkérdeztük tehát a megyei békéltető testület jogi szakterületének képviselőjét, hogy ebben az ügyben hogyan kell eljárniuk. Mivel mi egy elfogadatlan testület vagyunk, ezért minden esetben egy kompromisszumos megoldást keresünk, hogy a két fél, ha nem is teljes megelégedéssel, de úgy álljon fel az asztaltól, hogy ne gorombán nézzünk egymásra. Amennyiben nem jön el, vagy nem veti magát alá, akkor ajánlást tudunk hozni, ez bár nem kötelező, de ha a vállalkozás nem tartja be, akkor ezt mi nyilvánosságra hozzuk, ami üzletpolitikai szempontból kellemetlen, ha pedig a rendelkezésre álló iratok és a szóbeli kiegészítés alapján nem tudunk dönteni, az eljárást megszüntetjük. Mivel az utazási iroda ügyvezetője nem jelent meg a tárgyaláson, ezért levélben írta le ajánlását, melyben egy általuk szervezett utazást kedvezményes áron, vagy egy Győrből induló egynapos kirándulást teljesen ingyen biztosítana a károsultaknak. Az állítólag 4,5 milliós veszteséggel zárult montenegrói tortúrát tehát így kompenzálná, az állítások szerint életveszélyben lévő utasok számára a Hermes Trans.